Fischer Tivadar vagyok Egerből, nyugdíjas gépészmérnök vagyok. Én találtam fel 1992-be, és szabadalmaztattam több országba, többek között Csehországba, Lengyelországba, Oroszországon és Magyarországon természetesen a POS terminált. Ez a POS terminál az a boltokba található, a amikor fizetünk a boltokba, akkor a kártyákat ezen a készüléken húzzuk le, és ezzel fizetünk tulajdonképpen. Tehát a kártyás fizetési rendszernek a elektronikus kompjútere, ez a POS terminál. Körülbelül 15-20 éve foglalkozom a pénzügyi rendszerekkel, és már körülbelül 10 éve kész van egy olyan rendszer, ami alapján bevezethetünk, és ráadásul Magyarországon kiindulva bevezethetünk egy olyan pénzt, ami mögött valós fedezet van, nem a mostani pénzeknek megfelelő tulajdonképpen levegő buborék, hiszen a mai pénzek azok csak egy papírdarabok, egy jel, ami csak rá van írva a papírra, és elvileg az állam vállalja a garanciát ennek a pénznek az értékének a megőrzésére. Na de hát azt mindenki tudja, ugye, hogy az állam is ugyanolyan bajban van, mint a többi devizaadós vagy a többi pénztulajdonos. Tehát 10 éve kész van egy olyan rendszer, ami alapján mi Magyarországon be fogjuk vezetni először a világon a 100%-os aranyfedezettel rendelkező pénzt. Erre alakítottunk egy KFT-t, amely későbbiek során át fog alakulni részvénytársasággá. Ez a KFT, a Magyar Matrix Közösségfejlesztő KFT. Ez a KFT 204,5 millió forintos alaptőkével alakult meg, és amikor átalakulunk részvénytársasággá, akkor részvényeket bocsátunk ki több milliárd forint értékben. A részvényesek ebben az aranyfedezetű pénzben fogják megkapni, és ez az aranyfedezetű pénz tulajdonképpen ez így néz ki. Ez tulajdonképpen egy olyan kártya, amely kártya tartalmazza azt az aranyat, ami rá van írva a kártyára, tehát ez 1 gram aranyat tartalmaz. Ez az arany, ugye 4-9-es arany, tehát 24 karátos arany, ez befektetési aranynak is hívják. Tehát ennek a pénznek az értéke most 18 és 20 ezer forint között, de mondjuk ez 20 ezer forint értékű pénz, amely arany, tehát anyag, megfogható és valós értéket képvisel, nem úgy, mint a mai pénzek. Ennek megvan a kisebb értékű pénze, ezt trezorjegynek hívjuk. Azért trezorjegy, mert az emegeti aranyfedezet az egy trezorbankba vagy trezorba van letétbe helyezve. Ez például egy 0,01 gram aranynak megfelelő trezorjegy, ez 200 forintot képvisel, ez tehát egyelőre a legkisebb pénz, amelyet fogunk bevezetni a közeljövőbe. A Magyar Matrix KFT elkezdte az ország GOSZ hálózatának a kiépítését. A hálózatba való belépéssel minden részvényes megvásárolhatja az arany fedezetű pénzét, és ezt egymás közt, tehát a részvénytársaságon belül az egymás közt tulajdonképpen csere eszközként, a pénz funkciójának megfelelő csere eszközként használhatja mindenki. Ez tehát nem helyi pénz, mert ugye most már majdnem mindenki tudja, mit jelent a helyi pénz, soproni kék frank, balatoni korona, meg ilyesmi. Ez nem helyi pénz, hanem szinte világpénzként funkcionál, hiszen az arany New Yorkba is arany, Moszkvába is, meg Tokióba is arany. Tehát ez a pénz, ez tulajdonképpen konvertibilis az egész világon. Ja, és még azt nem mondtam, hogy ez a pénzrendszerben nincs kamat, tehát egy olyan rendszer dolgoztunk ki, ami már tulajdonképpen készen áll, az elektronikus bankolás, az elektronikus csere kereskedelemnek is megfelelő programokkal már rendelkezünk, és a terveink szerint ezzel tulajdonképpen ki tudunk mászni abból a csávából, vagy abból a pocsolyából, amely
amelyben most a magyar gazdaság is, vagy talán az egész világ benne van. Felállt egy olyan csapat, aki az országba, szinte minden helységbe elmagyaráz az embereknek, elviszik ezt a hírt, és tulajdonképpen közösségépítésen van a hangsúly, tehát olyan közösségeket építünk, amit helyi mátrixoknak nevezünk, tehát mit tudom én, Csajága Röcsögei helyi mátrix, valamikor ezt hangya szövetkezeti mozgalomként indult, 100 évvel ezelőtt, és a hangya szövetkezeti mozgalom húzta ki annak idején Magyarországot is a csávából. Most ez már modernabb változata, tulajdonképpen elektronikus változata is ennek a hangya szövetkezeti mozgalomnak, ezt neveztük mi Matrixnak. A közösség saját maga vezeti be, tehát nem fölülről osztjuk az igét, hanem saját maga vezetheti be azt a azt az aranyalapú pénzt, amelyet természetesen mi bocsájtunk ki, és bocsátjuk rendelkezésre ezeknek a közösségeknek, és nincs kamat, és eltüntetjük a kamatot ebből a pénzügyi rendszerből, hiszen a kamat tette tönkre az egész világgazdaságot, az én véleményem szerint természetesen, de egyébként most már nagyon sokan tudják, mások is. A kamatgazdaságot nagyon gyorsan el kell felejtenünk, hiszen ez egy pénzszivattyúként működik, és azt is meg kell szüntetnünk, hogy a pénzből lehessen pénzt csinálni. Az emberek eléggé bizalmatlanok, nagyon sok mindenben csalódtak. Mik a vélemények? Mi a tapasztalat? Valóban az embereknek nagyon kis, kicsi tudása, ismerete van a pénzekről, magával a pénzzel, a pénz fogalmát se tudják az emberek felfogni, de hála jó Istennek nagyon sokan felismerték ennek a jelentőségét, főleg a deviza adósságba szenvedők, ami több százezer tömeg, több százezer családot érint, és több életet követelt már sajnos ez. Ezek a devizaadósok döbbennek rá talán a leghamarabb arra, hogy valamilyen más irányt kell venni, mert különben ebből a csapdából, ebből a bank csapdából, vagy pénzügyi csapdából az ég adta világ, soha nem tudunk kikecmeregni. És tulajdonképpen ugyanez vonatkozik az államra is, meg a közigazgatásra is, tehát a polgármesteri hivatalokra ugyanez vonatkozik, hiszen azok is felvettek olyan hiteleket, deviza alapú hiteleket, ami nem deviza hitel, hanem deviza alapon elszámolt, tulajdonképpen egy olyan pénzszivattyú, ami tönkre teszi a gazdaságot, meg tulajdonképpen az egész államot. Nagyon jó a fogadtatása, természetesen rengeteg kérdés felmerül, és az elkövetkező időszakban pont az a következő feladatunk, hogy érthetően, lehető érthető nyelven elmondjuk az embereknek, hogy miről van szó, és a bizalmatlan, és bízzanak ebbe az egész témába, hiszen az arany, azért választottuk az aranyat, mert hiába mondtuk volna, hogy egy másik pénzt, egy virtuális pénzt vezetünk be, ha az emberek abban nem bíznak, de az aranyban mindenki bízik, tehát előbb-utóbb mindenki felismeri, hogy az aranytól érték megőrzőbb csereeszközt nem találtak még fel, hiszen az arany már évezredek óta, mint fizetőeszköz szerepel. A fogadtatás jó, és épp azért járjuk az országot, hogy az emberek megismerjék, minél nagyobb körben megismerjék ezt a lehetőséget, és ezt a koncepciót. Mikortól van érvényben, és mikortól lehet használni ezt a pénzt? Indulásra kész ez az egész rendszer, és napokon belül fönn lesz az interneten az a program, ami alapján tulajdonképpen egy egész virtuális bankot, vagy arany részvényt, arany koronának neveztük ezt a pénzt egyébként. Ezt az arany koronát már lehet használni bárhol. Ehhez természetesen elfogadó helyek kellenek, meg bízzanak az emberek benne. Én egyébként azt mondom, hogy bízzanak benne, hiszen az arany az arany. Az a teendő, hogy az interneten
megadott információk alapján szinte az ország minden helységében várjuk azokat az aktivistákat, akik a közösségeket tudják, a csoportokat maguk körül szervezni. A magyaroknak azt üzenném, hogy bízzanak önmagukba, és nem szabad elkeseredni, főleg akik az adósság csapdába beleestek. Van megoldás, van kiút, semmi, hogy is mondjam, minden nehéz helyzetből van megoldás, ez az egyik. A másik pedig az, hogy jó lenne magyarok, ha összefognánk, ugye ezt már nagyon sokan mondják, pártoktól kezdve akár, mi nem pártoskodunk egyébként, sőt, kifejezetten mondjuk, hogy a pártoktól elhatárolódunk, hiszen ez a téma, a pénz, ez minden embert érint, minden magyart érint, és ezen keresztül, ezen a rendszeren keresztül szinte minden emberhez oda kell, hogy jussunk, hiszen a pénzt mindenki használja, és teljesen mindegy, hogy milyen ideológiát képviselt, és azt üzenném a magyaroknak, hogy megjön a magyarok istene, és meg fogja oldani ezt a problémánkat.